ott jártam a Nagy István Művészeti Liceumban, grafikát végeztem, grafikából diplomáztam. És rögtön utána elköltöztem Budapestre. Eszedbe se jutott az, hogy egyetemre felvittem? Nem, szerettem volna várni egy pár évet, vagy egy-két évet, hogy így nézzek szét a világban. És akkor abból lett 4 év? Abból lett 4 év, igen. Milyen volt őt? Hát én nagyon szerettem. És kaptam melót, aztán így a munkámon keresztül találkoztam igazából ezzel a belső építészettel vagy dizájnnal. Ilyen lapokat csomagoltunk, és voltak ilyen magazinok, amiket így forgattam. 4 évet ott lenyomtál, és aztán hazajöttem. Aztán hazajöttem, igen. Miért? Hát igazából így honvágyam is volt, meg így szerettem volna itthon tenni-venni. Nem menjen ki, mert az előtt ki volt, mondjuk, hogy de kaptam. Most megvan. Most, zártnak szintén. Ugye? Ugye, ez így. Visszajöttél Pestről, és akkor mihez fogtál? Akkor már a lámpák már... Nem, Budapesten még nem volt előszó. Hazajöttem és felújítottam a saját szobámat, és akkor készült az első mennyezeti lámpám. Nagyon tetszett, és utána készítettem egy állólámpát, és akkor jöttem rá, hogy ez nekem tetszik. És kezdtem a barátaimnak, meg ismerőségnek ajándékba készíteni, és egy idő után kezdtek rendelni is. Na, hát erre fogom ezt felfeszíteni. Jó, kezdjük azzal, hogy a ráma akkor az honnan van. A ráma az ezt igazából vágatom, mert nekem nincs olyan gépen, hogy ilyen profin, ilyen szép egyenesen le tudjam vágni. Viszont én raktam össze. Nyosszolós műhelyben szoktam ezeket csináltatni. Azt kell megnézni, hogy középre kerüljön, nagyjából. Sőt, nem nagyjából, hanem teljesen. Lesz az igazi. Mind jól lépőket segíts. Akar segíteni? Na, középen van? Sokkal. Na, az így néz ki eddig. Igazából ezt azért kell felrakni, hogy egyenletesen szúrja a fényt majd a végül. Számomra egyik leglátványosabb alkotás, hogy nyilván ez a korsó lámpa. Milyen története van ennek? Hát ez a nagyapámnak egyik boros korsója, és mikor megláttam egyből az ugrodba, hogy ebből lámpát kellene csináljak, és így gondoltam, hogy úgy oldom meg, hogy a kábelezést úgy viszem be, mintha ez lenne a lehúzója, amivel a bort szokták lehúzni. És az egész pedig úgy van kialakítva, hogy mintha kifolyna belőle a bor, ezek a csíkok lefele. Ezt még nem kérte senki? Ezt nem, de sok mindenkinek tetszett. De adnád? Hát igen. Igen. Ez viszont egy asztali lámpa, nyitott, nagyobb fény, ha nagyobb fényre van igény. Másikat láttad, hogy a fali lámpa az zárt, és elég kis fénye van ennek. Mondjuk ebben a fényben annyira nem látszik, de ez eléggé bevilágítja a szobát. Ez egy ilyen... Ez fa? Igen, fa keret, egy ilyen elég sűrűn szőtt vászon rajta, és rajszegekkel van felrakva, ugye. Egyszerűen. Tehát akkor nyilván asztalos is van, aki. Igen. Ugye van megint egy érdekes, a tengeri sugallatos, mondjuk nevezzem én így. Igen, ez a lámpa úgy készült, hogy a Bocska piacon megláttam ezt a formát, és egyből az ugrott be, hogy ez egy tengeri kagyló, ez a része, és így bevontam homokkal meg a kagylótörmelékkel, az ernyője a kagylótörmelékes, utána meg díszítettem ilyen kis kagylókkal. Te két kicsik ezzel gyűjtötte a homokat? Igen, ezelőtt egy pár éve. És hol? Hát a román tengerparton. Nyaralás? Igen, nyaralás alatt. Tehát már úgy mentél oda, hogy tudtad, hogy ezt kell gyűjteni? Nem, hanem ott voltam, és aztán így láttam a kis izéket, a kis magányformákat, és akkor így gyűjtögettem vissza. Akkor ezek szerint jársz te régiségkereskedőkhöz? Oda nem járok, viszont a vásárhelyen, Bocska piacra járok. Ha ott valami megtetszik, azt megveszem, és abból majd készítek valamit. Ezelőtt egy pár éve volt olyan, hogy nagyon sokat rendeltek tőlem. Azt az időszakot, azt úgy szeretném vissza. Művész családba születtél, ha jól tudom. Igen. Apukám fotoművész volt, anyukám pedig textilművész. Tehát így beleszülettem igazából ebbe az egészbe. És ha nézzük ugye hát a két testvéredet, hát mindenki valamilyen szinten űzi. Igen, a testvérem is a fotó szakon végzett Kolozsváron, a nővérem pedig a textil szakot végzett. Csináltatok-e már együtt, mint hárman valamit? Tehát van egy közös munkátok? Sajnos nincs. Nincs. A testvéremmel, a bátyámmal volt közös projektünk, illetve hogy lesz. Fotókat fogok majd a lámpákba felhasználni, az ő fotóit, makrofotókat. És ő ott maradt Kolozsváron, ő nem jött haza. Igen. Neki ott teljesen megfelel az életforma. Nem hívott oda, hogy menjél? Hát nem igazán. Rám bízza a döntéseket, úgyhogy... De igazából nem is tudom, mit tudnék ott csinálni. Máshol mit tudnál? Tehát máshol tudod, hogy mit tudnál? Hát Londonban esetleg. ott vannak ilyen kis negyedek, ahol kézműves termékeket árulnak. Ott szeretnék majd én is esetleg standot bérelni, meg árulni a lámpákat. Tehát ezeket, amiket te csinálsz? Igen, igen. És ott csinálnám, tehát akkor kiköltöznék teljesen oda. Mi tarthatna itthon téged? Mit gondolsz? Hát esetleg, hogyha kapnék egy stabil megrendelést, tegyük fel egy ajándékbolt, ami rendszeresen rendeli lámpákat tőlem, akkor valószínű, hogy itthon maradnék. Egyébként a te korosztályodból, vagy a te generációdból, a te ismeretségi körödből sokan mentek el? Elég sokan, igen. Elég sokan. A legközelebbi barátaim mind kimentek. És csak anyagi megfontolásból? Tehát úgy indultál? Leginkább igen. Leginkább igen. Most itt ülünk egy házban, ugye, amiben most pont nem te lakszik, de a tiéd. Igen. Mesélj a házról, hogy lett? Azt mondtad, hogy a kezed munkája is benne van. Igen, benne van a kezed munkája. Hát egy olyan 2 év alatt újítottam fel ilyen szintre, és most barátom lakik benne, mivel hogy úgy terveztem, hogy tényleg megyek Londonba, és akkor meg valaki csak kell benne lakjon, mert hanem lepusztul. Csongi, te tudod, hogy hova készül? Ki? Boti? Hát a madárba jönne. Távlatilag? Nem. Nem? Nem, hova? El akar menni Londonba? Ezt nem tudtam. Nem. Na, hát elmondtam, hogy nem igazán számoltam be embereknek. Most így a riporttal megtudják az emberek. Mi lesz a csilányosság? Hát figyelzol. Hát igen. Az miért csináljuk ez? Ez. Na, de mit szólsz ehhez? Azelőtt meg kéne javítani a tetőt. Ez nem rossz. Igen, a bérlőnek lehetnek követelései. Az meg lesz most. Nyugágyat. Elején nevet 2 nyugágy ide. De szerelem. És egy igazi filególia. Az nem rossz. Nem. Nyugágy, ha van az. Mindenki megy el. Igen? Te is mennél? Hogy nem tudom. Egyelőre jó, mint te. Majd látjuk. Szerencsét próbálok. Azt mondják, 3 hónapon megszokott. Igen? Akkor fél évre megyek. Visszajössz a -40 fokra. Nem, ott a telet bekelem ki valahogy. Tavaszra hazajövök. Miért pont Londonban? Hát ott vannak az ismerőseim, meg elég metropoliszhoz, hogy esetleg ott megkapjam az útját a lántáimnak. Jó, de kell magyar útfelé. Jó, hát az lesz. Folyamatban van. Így tudnál jobbat, mint London? Hát Európán kívül és Amerikán kívül van jobb. Voltam sokat külföldön, de már nem mennék vissza ilyen. Lehet ez lesz a sorsom? Hogy ott maradok? Hol van, nem van. Nehéz, mert drága. Nagyon drága. És ott pénzt keresni nem nagyon éri meg. Mert ha elköltöd, akkor nem csináltál semmit, ha nem költöd el, akkor hiába is. Gondolom én ezt már. Ja.